Magyarország nyomására Kirill pátriárka nélkül fogadták el az Oroszország elleni 6. szankciós csomag beutazási tilalmakra vonatkozó részét. Az orosz ortodox egyház vezetője az unió szerint támogatta az orosz vezetés háborúját. Szijjártó Péter külügyminiszter a közösségi médiában azt írta, Kirill pátriárka levetetése a szankciós listáról elvi kérdés volt, hiszen a nemzeti érdekekhez hasonlóan a vallásszabadság érvényesüléséhez is ragaszkodik Magyarország. Vendégem pedig a stúdióban Ázbej Trisztán, államtitkár, a Hungary Helps program felelőse, vezetője. Jó estét kívánok, köszöntöm Önt a stúdióban. Jó estét kívánok. Miért volt fontos Magyarországnak, hogy ez a vallási vezető Kirill pátriárka lekerüljön erről az uniós szankciós listáról, hiszen elég komoly diplomáciai, nem is zűrzavar, de felzúdulást keltett. Miért? Azért fontos, mert számunkra a vallás szabadság az szent és sértetetlen, azt meg kell védeni. Talán az érdekesebb kérdés az, hogy vajon az Európai Bizottságnak miért volt az fontos, hogy azt javasolja, hogy az orosz ortodox egyház fejét, Kirill pátriárkát szankcionálni kelljen. Egy olyan szankciós csomagnak a részeként vetették ezt föl, ami azt hivatott szolgálni, hogy az ukrajnai háborús konfliktust minél előbb rendezze olyan módon, hogy szankciós nyomást helyezzen Oroszországra, tehát az inváziót elkövető háborút viselő félre, hogy az végső soron békés rendezéshez és fegyvernyugváshoz vezessen. Most ezt a legkülönbözőbb gazdasági szankciókkal igyekeznek megtenni. Ennek a 6. szankciós csomagnak a részét képezte például az olajembargónak a kivetése Oroszországra, és elsőre teljesen érthetetlen és értelmezhetetlen módon a pravoszláv ortodox egyházfőt, egy egyházi vezetőt szándékoztak szankciós listára helyezni. Ennek a szankciónak az lett volna a hatása, hogy az egyházi vezetőnek a vagyonát befagyasztják, és ezen kívül pedig megtagadják tőle azt, hogy az Európai Unió területére lépjen. Ez az a praktikus pont, ahol ez az egész szankció alapvetően sérti a szabad vallás gyakorlásnak a jogát, ugyanis az Európai Unió területén az ortodox egyháznak több mint 20 millió, több 10 millió híve van. Tehát megtagadta volna ezektől a hívektől, valamint a egyházi vezetőjüktől, hogy találkozhassanak, hogy együtt éljenek hitéletet. Ez a vallásszabadságnak súlyos megsértése. Ja, a vádak szerint, vagy hát inkább úgy mondanom, hogy Kirill pátriárkát azzal vádolják, hogy ő támogatja a nyilatkozataiban az orosz inváziót, nem ítélte el az orosz agressziót, és hogy Putyin elnöknek a támogatója, erre hivatkozva akarták őt is büntetni vagy szankcionálni. Ugye nagyon sok orosz oligarchát, üzletembert és Putyinnak a híveit is ugyanígy szankcionálják. Kérdés az, hogy egy vallási vezető miért szúrta ennyire az uniós vezetők szemét? Kirill pátriárka a vallási elvei a saját gondolatai alapján nyilatkozott az ukrajnai háborúról. Azzal, amivel ő nyilatkozott, lehet egyetérteni, meg lehet azzal nem egyetérteni, lehet azt vitatni. Ugyanakkor az egy nagyon veszélyes gondolat, és egy nagyon veszélyes precedens teremt, hogyha az Európai Unió, mint egy politikai szerv, úgy gondolja, hogy azért, mert nem ért egyet egy egyháznak a vezetőjével, nyomást gyakorol egy egyházon. Ez egy olyan precedens teremt, amikor politikai akaratnak a célkeresztjébe állítanak egyházakat, vallásokat, egyházi személyeket, amelyik, hogyha elszabadul, már pedig minden ilyen aggodalmunk azzal kapcsolatban, hogy hogy akar a nyugati liberális politika beavatkozni a vallási életbe és az egyházak életébe, utólag beigazolódott. Tehát, hogyha ez is elszabadul, akkor onnantól kezdve nincs megáll. Hogyha például az Európai Unió azt mondja, hogy valamelyik liberális, dogmatikus gondolatot sérti bármelyik egyháznak a nyilatkozata, ami alapvetően például lehet az adott egyháznak a vallási tanítása is, onnantól kezdve már megteremtették a gyakorlatát annak, hogy politikai eszközökkel el lehet lehetetleníteni az adott egyházat, és még egyszer meg lehet tőlük vonni a vallási és a lelkiismereti szabadságnak az alapvető jogát. Azért is érdekes ez a kérdés, mert amikor az iszlám állam elkezdett terjeszkedni, migrációs hullám után elkezdett terjeszkedni Európában,
Ugye nagyon sok szakértő arra figyelmeztetett, hogy az Európában élő muszlim vallási vezetők, imámok nagyon erős hatást gyakorolnak a fiatalokra, és gyakran ők fanatizálják őket. Akkor nem merült fel az, hogy mondjuk ezeket a muszlim vallási vezetőket kitiltják, nem engedik be Európába, vagy ugyanis szankcionálják a tevékenységüket? Valahogy, hogyha a nyugati liberális jogvédőket halljuk, akkor egy idő után mindig kibukik valami nagyon súlyos, kettős mérce. Úgy viselkednek ezek a jogvédők, úgy viselkednek ezek a liberális politikusok, minthogyha a nyugati társadalmakban az egyedüli, elfogadható diszkriminációs forma a keresztény ellenesség lenne. Mi ezzel nem értünk egyet, a legerősebben elutasítjuk. Nagyon fontos foglalkozni az iszlamofóbia elleni küzdelemmel. Nagyon fontos foglalkozni az antiszemitizmus elleni küzdelemmel. De miközben a világon, Európán kívül a kereszténység a legüldözöttebb vallás, legnagyobb lélekszámban üldözik a keresztényeket. Miközben az európai keresztény ellenesség átlépte a szellemi keresztény ellenességnek a határát, és már a jogfosztás felé törekszik, igenis a keresztény emberek, a keresztény közösségek megérdemlik ugyanazt a védelmet, a méltóságuk, az emberi jogaik, mint bármelyik más vallási vagy kisebbségi csoporté. Nem maradt sok időnk, egy gyors kérdés még a végére, ugye lezárult a Hungary Helps program első szakasza, amit ön vezetett. Röviden, hogyha összefoglalná, milyen eredményekre a legbüszkébb, mi az a munka, ami még ön szerint elvégzésre vár? A Hungary Helps program keretében kiemelten foglalkoztunk a világon üldözött keresztények megsegítésével, és a humanitárius segítségnyújtás eszközeivel 54 országba juttattuk el a magyar emberek szolidaritását, például gyors segélyek, például újjáépítési segélyek formájában, üldözött keresztényekhez és más szenvedő emberekhez. Több mint 500 000 ártatlanul szenvedő embernek segítettünk megóvni az életét, sőt, sok esetben azt is elértük, hogy a migráció helyett a szülőföldön maradás vagy az oda visszatérést válasszák. Az elmúlt 3 hónapban pedig nem vallása miatt üldözött közösség került a figyelmünk központjába, az ukrajnai háborúnak az ártatlan áldozatai felé fordultunk. Miközben Magyarországon fogadtunk több mint 700 000 háborús menekültet, a Hungary Helps program keretében Ukrajna területén több mint 2,5 milliárd forint értékben támogattunk karitatív akciókat és juttattunk el oda segélyszállítmányokat. Államtitkár úr, köszönöm a beszélgetést, remélem, hogy akkor ezt a munkát mindenképpen folytatni fogják, hiszen az elmondás alapján mindenképpen támogatandó. Örülök, hogy itt volt a stúdióban. És köszönöm a lehetőséget.